Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ahogyan azt már az előző videómban pedzegettem, nagyon-nagyon fontos a mentális felkészültség, a mentális jelenlét a dobolás közben. Ez a videó alapvetően egy elméleti oktatás lenne számotokra, hogy megtanuljátok, hogyan kell elméletben használni a hangszereket, különböző dobtesteket. Fog szó esni a dobtesteknek a behangolásáról, tehát a különböző dobtesteknek a behangolása egy alapvető fontos dolog, a dobtestek behangolása, és szó fog esni a cintányéroknak a behangolásáról, tehát a cinek behangolása, és ki fogok térni különböző zenei műfajok, stílusok, hogyan jár a mikéntjére, ugyan tudsz a legjobban rádobolni ezekre a zenei stílusokra, mi a legoptimálisabb hangzás, valamint a végén kedveskedik nektek egy kis ajándékkal, de erről essen szó később, irány az elméleti oktatás. Akkor kezdjük is el behangolni a dobtesteket. Itt láthatok előttem a dobtestek. Alapvetően ez a kulcs szolgál arra, hogy a dobtesteken feszülő bőrt meg lehessen húzni. Itt láthatók a kis csavarok körbe. Ezekkel lehet meghúzni a dobtesteken feszülő bőrt. Itt is látható, itt vannak a körben a csavarok. És hát kezdjük is el a dobtesteknek a behangolását. Először és miután behangoltuk az összes dobtestet, egy nagyon különleges ütőfogással meg kell bizonyosodni arról, hogy dobtestjeink kellőképp jól szólnak-e. Ehhez mutatok egy nagyon speciális ütőfogást, ezt inkább a jazzes világban szokták használni. Mind jobb, mind bal kézzel, tehát alapvetően megfogod a dobverőt, tehát a verőt így megfogod, be kell ide rakni, és egy elég erős szorítással így kell tartani, és ez általában ez ilyen jazz dobosok használják ezt a fajta speciális ütőfogást, és ennek használatával kell meggyőződni arról, hogy dobtestjeink jól szólnak-e, tehát kezdjük is el. Ahogy megvagyunk az első tamnak a behangolásával, át is térhetünk a második tamnak a behangolására. Kezdjük is el. Ez tökéletes. És itt található az alsó tam, más néven oldaltam, ezt is próbáljuk meg behangolni. Ez már kell a második dobverő is. És ahogy megvagyunk az oldaltamnak a behangolásával, ezt a két dobverőt ide helyezem a pergődobra, itt található a pergődob. Erről azt kell tudni, hogy nem szükséges behangolni, mert az oldalán található sodrony fel- és lekapcsolásával automatikusan behangolódik a bőr. A cintányérő behangolása pedig elképesztően egyszerű, egy nagyon speciális ütőfogással szeretném nektek behangolni a cintányérokat, ez egy úgynevezett rockdobos fogás, tehát a rockdobos így szokta püfölni a dobtesteket. Hát nézzük is meg az első tányérnak a behangolását, ennyire egyszerű. Ez kész. Nézzük meg a kísérő cintányérnek a behangolását.
tökéletes, és nézzük meg a lábcsin behangolását. Ennél nem is szólhatna jobban. A zenei stílusokról nagyon röviden, rock, jazz, funky, punk. A videón végén szeretném nektek megköszönni a figyelmet. Remélem, hogy ez a sok éves szakmai tapasztalat, ami nekem megvan, számotokra is elérhetővé vált mostantól. Remélem, hogy tudtatok ebből a kis oktató videóból csipegetni, szemezgetni valamit magatoknak. Hát nincs is más hátra, mint az ajándék. Egy verő pörgetési technikát fogok nektek mutatni, ami egy nagyon tradicionális, elterjedt dolog. Úgy néz ki, hogy a kezeteket így tartjátok, berakjátok így az ütőt, és ilyen nagyon finom mozdulatokkal kell így csavarni, pörgetni. Ez egy nagyon mutatványos dolog.